Köszöntök mindenkit! A mai alkalommal egy kicsit a termodinamikáról lesz szó. Termodinamika. Termo. Dinamika. Kicsit megpróbálom összeszedetten és részletesen előadni azt, amit itt lehet tudni. Hát a termodinamikával kapcsolatban rögtön három főtétellel lehetne kezdeni, de én a poén kedvér négyel fogok kezdeni, csak hogy tudjunk ilyen alapfogalmakat is. Hát mondjuk a nulladik főtételt azt így azonnal fel is lehetne vázolni, hogy mondjuk tegyük fel, hogy van itt egy tégla, itt egy másik tégla, mondjuk ez nagyon magas hőmérsékletű, mondjuk ez itt 1000 fokos tégla, ez pedig itt egy nulla fokos tégla. És ez itt té alacsony. Na, hát ez a helyzet, és a nulladik főtétel az így rögtön ki is mondja azt, hogy az energia az mindig a magasabb hőmérséklet felől, az alacsonyabb hőmérséklet felé áramlik. Ezt így lehet jelezni, és akkor a Q ebbe az irányba áramlik. Így változik, hogy az energia hőenergia formájában itt átmegy, és akkor mindig a magasabb helyről a kisebb helyre, és ez egy intenzív állapot jelző, a hőmérséklet, meg egyébként a nyomás, de még az elektromos potenciális, ezek mind ilyen intenzív jelzők. Intenzív állapotjelzőknek nevezzük ezeket. Azokat nevezzük intenzív állapotjelzőknek, amelyek nem összeadódnak, hanem kimon, ö, kiegyenlítődnek, amikor ez a helyzet például fennáll. Erre van például ez a vicc, hogy, hogy Jean, hány fok van ide bent 20 fok, uram, és odakint 4 fok. Hát Jean, akkor nyissa ki az ablakot, és engedje be azt a négyet is. Mindenki nevet, mert ugye a hőmérséklet az egy ilyen. Na nagyon para dolog, mert ha emberekről lett volna szó, hogy hány ember van ide bent húsz, és odakint négy, akkor engedjük be négyet, és senki sem, senki sem csodálkozik, senki sem nevet ezen a viccen, mert be tudnak jönni, és ők összeadódnak, ezek extenzív paraméterek, mint az emberek, de ezek nem kiegyenlítődnek, hanem a hőmérséklet az viszont kiegyenlítődik, tehát szépen mindkét helyen hideg lesz. Itt például ez a, ez a nagyon meleg kis cucc le fog hűlni, ez pedig fel fog melegedni, és a végén az lesz, hogy kapunk két darab ilyen kis téglácskát, amelyik mind a kettő 500 fokos. Nem tudom, miért rajzolok téglákat, csak Na, mind a kettő 500 fokos. Jó, hát ez egy ilyen alap dolog, ez a termodinamika nulladik főtétele. Igen, és hát megnéztem, hogy Jól működik a felvétel, működik. Tehát ez a nulladik főtétel, ezt így érdemes így megjegyezni, mindig a magasabb hőmérsékletű helyről a hűvese felé áramlik a hő magától. Spontán. Na mindegy, akkor beszéljünk egy kicsit az első főtételről is. Az első főtétel az energiamegmaradás törvénye, ha úgy mondhatjuk. Most itt is kell mindenféle alapfogalmat tárgyalni, sajnos ahhoz, hogy erről szakszerűen lehessen beszélni. Például, hogy van egy rendszer, ez mondjuk egy ilyen kis dobozka, és mondjuk tegyük fel, hogy ez a dobozka, ez egy izolált rendszer. Izolált. Ez azt jelenti, hogy a dobozkából nem jön seki, semmi és sebe. Semmi nem megy, sem anyag, mondjuk folyadék sem, semmi, semmi anyag, sőt, még az energia is visszapattal róla. Tehát nem megy be mondjuk a fényenergia, nem megy be a kú sem, a hőmérséklet, tehát nem történik az, hogy itt kint meleg van, ott bent meg nagyon hideg van, és akkor szépen bemegy a hőmérséklet a nulladik főtétel szerint. Azért nem történik ez, mert ez egy izolált rendszer, ami a környezetétől, itt, itt körülötte van a környezet, ettől így el van, el van szigetelve a doboz falaival, és akkor ott a doboz nem megy be semmi. Se az anyag nem jön ki, se az energia nem megy be. Na, ilyen rendszereknél lehet érdekes dolgokat mondani az energia megmaradásról, mert hogyha ez, ez, ez izolált rendszer, és ebben van valamennyi energia meg anyag, akkor az semmilyen körülmények között nem változik. Átalakulhat néha az anyag energiává, az energia pedig anyaggáz, mind meg lehet tenni. Tehát ezt fel is lehet így írni, hogy anyag. Ilyen kis dupla nyillal energia. Tehát ez ez a folyamat, ez bármilyen körülmények között, ez így izolált rendszerben végig mehet, Tehát ott van egy kis anyag benne, meg egy kis energia van benne, és akkor az itt átalakul szépen egymásba ez bármilyen módon megtehetik, de nem lesz se több anyag, és energia se kevesebb. Tehát, hogy itt az anyag meg az energia összeg állandó. Mondjuk itt azért beszélek erről, mert hogy ugye át lehet váltani az energiát anyagra nagyon egyszerűen. Ez, ez Lehet, hogy sokan ismerik ezt a képletet, de ez tulajdonképpen ez a helyzet. Most itt már hibát követnék el, hogyha, hogyha azt a másik képletet is uh, aláírnám. de igen, tulajdonképpen, tulajdonképpen nagyon leegyszerűsítve, és általánosan azt lehet mondani, hogy ez itt a kozmológia része a fizikának, és olyan fogalmakkal operálnak ezek itt, hogy gravitáció, meg tömeg, meg gyorsulás, meg mindenféle ilyen, ilyen kozmológiai cucc, amivel szépen le lehet írni azokat, hogy miért van az, hogy a, a csillagok körül bolygók keringenek, meg hogy miért maradunk itt a Földön, meg hogy, meg hogy hogyan keletkeztek ezek a dolgok, vagy a galaxisok hogyan épülnek fel, ez mind a kozmológiának a témaköre, a másik az pedig a kvantummechanikának a, a témaköre, az az elemi részecskékkel foglalkozik. Meg is jelenik benne ez a plankállandó, hát ez rögtön rögtön már a, a már korábban egyszer beszéltem, ez a plankállandó, ezek mind, mind ilyen alapvető mértékegységei az, az energiának, tehát hogy az energia az mindig ilyen kvantált állapotban fordul el, most ez teljesen mindegy, hogy ez mit jelent, de ez egy ilyen állandó, ilyen természeti állandó, ez természet úgy határozott meg, hogy ez ennyi, ez egyébként, nem tudom mennyi. Hmm. Nem tudom, ilyen 10 mínusz 30 negyedikenes nagyságrend, 6,6-szor 10 a mínusz 30 negyediken. mértékegység az zsúl, vagy zsúl per ha valami ilyesmi lehet, hogy zsúl. Ja, sima zsúl. Ez a helyzet, talán. De ebben nem vagyok biztos, tehát ezt így felejtsük el. Na mindegy, és ö, azt meg lehet csinálni, hogy innen szépen anyag átalakul. Mondjuk beszéljünk egy elég durva esetről, mondjuk beszéljünk egy csöppet arról, hogy mi a helyzet a fényel. A fény, fényre vonatkozik ez az egyenlet, hogy uh, mű, ez ilyen frekvencia, de ezt tovább lehet így alakítani, hogy hászor c per lambda. Ez, ez így maga, ez így a, frekvencia tulajdonképpen, és itt lehet, ez itt a fénysebesség, széve mindig a fénysebességet élünk, ezt egyébként hibásan nevezik fénysebességnek, mert úgy kéne, hogy úgy lenne igazán nem félrevezető, hogyha azt mondanánk róla, hogy a maximális sebesség, tehát ennél nincsen gyorsabb. Jó, oké, jó helyen van a mutogatás témakörő is, egyébként még lehet itt mozgatni. Na ez a helyzet, és hogy mi ez a hullámhoz, ugye a fényt nagyon leegyszerűsítve azt lehet mondani, hogy mondjuk egy ilyen hullám, és akkor többfajta ilyen hullámot lehet ábrázolni, mondjuk ez itt amplitúdó, a magassága, milyen magas ez itt. Ez mondjuk legyen minden esetben minden hullám esetében ugyanolyan nagy, de meg tudom csinálni azt is, hogy mit tudom én, ugyanaz az amplitúdó az itt van, csak a hullám az éppen így néz ki. Mondjuk ez, ez szintén a magasságú, ez, ez az izé, csak hogy én kis cucc. Meg azt is meg lehet csinálni, hogy ugyan itt van ez az a, és akkor én azt rajzom, hogy így rajzolom fel ezt a, ezt a hullámot. Hát azt lehet mondani, hogy ez itt a hullámhoz. Meg itt is van egy hullámhoz. És azt lehet mondani, hogy ez a hullámhoz, rövidebb, mint ez. És ebből a képletből, ami itt van, ebben, ez egyébként tovább ener, ez egyenlő az energiával, tehát ez házszor mű, de de az energiával egyenlő, tehát azt lehet mondani, hogy ez a kisebb vagy ez a nagyobb hullámhosszú hullám, fényhullám, ennek kisebb az energiája, mint ennek a nagyobb frekvenciájú, tehát rövidebb hullámhosszú fénysugárnak. Tehát azt lehet mondani, hogy ez is a, és mondjuk ennek itt van valami kis energiája, meg ennek is van valami kis energiája, azt lehet mondani erről a kettőről, hogy ennek a az E2-nek sokkal nagyobb az energiája, mint az E1-nek, azért mert kisebb a hullámhossz. Egyébként azt lehet mondani, hogy mit tudom, ez kék színű fény. A kék színű fénynek a hullámhossz az, az olyan, nem tudom, á, nem, nem tudom most nanométert mondani pontosan, mert az én kis adatokat én általában táblázatból lopom, de mindegy, ez ilyen kék színű fény, annak nagyobb az energiája, rövidebb a hullámhossz, ez a másik, ez pedig a piros színű fény, ami... Hosszabb egy kicsit a hullámhossz. Ugye nem történt semmi más, mint hogy így a hullámokat így összenyomtuk, vagy éppen széthúztuk így, ahogy lehet. És akkor persze itt nem ér véget a dolog, tehát hogyha még tovább nyújtjuk a, a hullámhoz, akkor megyünk fölfel, akkor szépen lassan elérjük, amit a én, infravöröset, ugye az hősugárzás, tehát a fény az tulajdonképpen a hő sugárzás is lehet. Infravörös, az ilyen hő áramlást jelzi, az is ilyen fényenergia. Foton formájában megy, csak másfajta energiájuk, a mikrohullámok is itt vannak, és még a rádióhullámok is itt vannak. Tehát csak azoknak már ilyen 30 méter ez. Tehát rádió hullámok esetében ez ilyen 30 méter. Tehát nagyon hosszú hullámok terjennek. Hát ezeknek már nagyon kicsi az energiája, de ezek is tulajdonképpen felfoghatók fotonként, hogyha mondjuk anyagként akarunk tekinteni először a, a fényre. Mindegy, ennek meg kisebb. Ez is persze mehet lefelé, és akkor mit tudom én, gamma fotonokat találunk, azok nagyon nagy energiájúak és akkor még a röntgen fotonok is itt vannak, azokkal lehet ugye röntgenfelvételeket csinálni, meg mindenféle ilyen csontvázas képet. Na hát ez a helyzet, és akkor, ha ez történik, akkor lehet beszélgetni mindenféle érdekes dologról, hogy az anyag hogyan alakulhat át energiává, és az energia hogyan alakulhat át anyaggá. Például, hogyha elkezdem itt, van egy foton, mondjuk ő itt doktor foton, és repül nagy sebességgel valamilyen irányba, ezt lehet így, így jelölni, hogy mondjuk abba az irányba megy, Egyébként szeretném néha alkalmazni azt a jelölőt, hogy vannak ilyen kis golyócsik, és akkor mondom azt, hogy ez így lassan megy, ez pedig nagyon gyorsan megy, és akkor ezt így talán így el lehet hinni, hogy ha így jelölöm, akkor ez lassan mozog abba az irányba, ez pedig gyorsan mozog abba az irányba. Mindegy, itt röpköd a foton, és mondjuk az van, hogy ennek a fotonnak van az, hogy e egyenlő h mű. És hogyha ezt így nagyon megnövelem, ezt a frekvenciát, az energiát, mondjuk szépen lambda, csak így együtt legyen minden, nagyon lecsökkentem ezt a hullámhosszát itt, tehát nagyon megnövelem az frekvenciáját, és emiatt nagyon megnövelem az energiáját is ennek a fotonnak, akkor néha előfordulhat az, hogy a foton az így megy, és egyszer csak olyan nagy energia van, hogy mit tudom én, keletkezik belőle egy elektron, meg egy pozitron. És akkor megszűnik ez a, itt, itt jön ez a házszormű energia, ilyen hullámformájában, formájában, nagy a hullámhossza, egyszer csak szétpattan egy ilyen kis cuccra, és akkor az egyik elröpül arra, a másik arra, és ez mekkora energia kell, hát pont akkora, mint kétszer, az M elektron szor C négyzet energia, plusz még hozzá kell adni azt is, hogy ha itt mondjuk el akarnak repülni, akkor egy kis mozgási energia is. Meg, meg kis valamennyi, mondjuk nem tudom, kis darabka, kis kocka. Na, és akkor még ezt így hozzá kell adni, és akkor még arra is lesz energiájuk, amellett, hogy megszülettek, hogy még elmenjenek egy kicsit odébe egymástól. Tehát, ugye ezek nagyon vonzák egymást, és nagyon gyakran megesik az, hogy visszaalakult. Tehát, hogy jön egy, jön egy ilyen kis és elektron, még mindig jó helyen mutogatok, persze. Meg jön egy ilyen kis másik pozitron, így össze, összetalálkoznak kicsit, és összeolvadnak, és keletkezik egy olyan, olyan uh, nagy energiájú foton, mint ami az annihiláció, ezt annihilációnak nevezik hibásan kicsit ezt a folyamatot, mert ne, nem megsemmisül, hanem átalakul. Az annihiláció pedig azt jelenti, hogy megsemmisül, ami tévedés, hát pont erről van szó itt. Tehát nagyon sok módon megtörténhet ez. Ez egy ilyen nagyon szélsőséges eset, hogy az anyag konkrétan átalakul energiává, és az anyag megszűnik, az energia megkeretkezik, egy szélsőséges eset. De ez fordítva is lejátszódik, tehát már is úgy tűnik, hogy itt a termodinamika már is érvényben van. De nem csak így lehet ezt megcsinálni, mert azt is meg lehet csinálni például, hogy, hogy, hogy például van egy kiindulási elem, mondjuk egy urán atommag, urán 2, 35, 8, nem tudom, 2, 35 az szerintem a jobb. Mindegy, ez egy urán atommag, és akkor néha az történik ezzel az urán atommaggal, hogy belecsapódik néhány kis neutron. Most ne, ne foglalkozunk vele, hogy honnan jön ez a kis e e neutron, még mindig jó, ha mutatok és még megy is a felvétel, az még jobb. Tehát bekapja a kis neutront, ez az urán hatalmas, nagy uránatommag, és akkor az történik vele, hogy így túl nagy lesz a tömege, instabilá válik az atommag, mert ez egy atommag. Tehát nem egy atom, nem is molekula, ez egy atommag, csak a magja. Nagyon kicsi, 10-15-en méter, amíg az atom az 10 a 10 -en méter. Tehát úgy tűnik, hogy ekkor egy atom, és akkor az atom magja ott benne egy ilyen kis pont. Na mindegy, és ugye, ha ez történik, hogy egy urán bekap egy ilyen neutront, akkor instabilá válik és elbomlik, maghasadás történik. Ez történik tulajdonképpen az atomreaktorokban, és mindenféle kisebb, tömegű elem keletkezik, mint a cirkónium, meg mindenféle ilyen nagyobb tömegszámú elem keletkezik belőle, meg persze sok kis neutron szalad szét, meg még kisebbek, is protonok, is mindenféle. Na és az a helyzet, hogyha itt fogjuk ezt a halmazt, mondjuk összeszedjük az összes ilyen kis darabkát, ami vs széttört, és ezt az egészet rátesszük egy ilyen kis szobamérlegre, meg ezt az egész nagy böhöm atommagot is rátesszük egy szobamérlegre, akkor azt fogjuk tapasztalni, itt mind a kettő rajta van a kis mérlegen, és ott csücsül. Azt lehet tapasztalni, hogy ha itt az összes kis darabkát, ugye az pont ugyanannyinak kellene lennie, mint ez itt, mert összegyűjtjük, hát szétesett csak összerakom, és akkor elvetek ugyanazt kapom. Én egy rátesszük ezt a mérlegre, és azt fogjuk tapasztalni, hogy itt azt írja ki, hogy ez egy kisebb szám. Kisebb, mint hogyha ez a mérleg azt mondaná, hogy ez itt egy... Megint összekevertem szerintem. Hát, ja, nem, vagy hát nem, nem kevertem össze, Ez ez nagyobbat fog írni. Tehát úgy tűnik, hogy egy kiindulási atommag széttört kisebb darabokra, de egy helyen maradt az összes kis darabka, és annak a tömege mégis kisebb, ha ráteszem egy szobamérlegre, mint hogyha az egész nagyot rátettem volna egy szobamérlegre. Hát ez történik. Ezt a folyamatot egyébként tömegdefektusnak nevezik. Most egyébként szerintem illene lapoznom. Tömegdefektusnak nevezik ezt a folyamatot. Ez történik az atomreaktorokban. Ezzel termelnek energiát az emberek. És hát ilyenkor az történik, hogy ugye elbomlott ilyen Ebből mondta hatalmas nagy urántommag, és itt egy valamilyen kis tömeghiányt tapasztalunk, tömegdefektus, valamennyi kis tömeg elveszett. És az történt, hogy ez a kis tömeg, ez nem veszett el tulajdonképpen, nem semmisült meg, hanem, hanem ekközben a folyamat között valamilyen nagy energiájú foton hagyta el ezt az egész rendszert. miközben szétesett ez a kis atommag, valamilyen házszor műenergiát bocsájtott ki ez a kis... Házszor energia szépen találkozik mindenféle mondjuk nehéz vízzel, és akkor az szépen rohadtul felmelegíti, és akkor mi majd ebből fogunk egy generátorban áramot termelni. És ugye hát pont-pont ez történik, hogy, hogy van egy ilyen reaktor, ott van benne a kis hasadó anyag, az így hasad, ezt csinálja, hogy te megdefektus, meg bomlás, meg mindenféle, és így sugározza ki mindenfelé. Itt van az elsődleges kör, itt van benne a nehéz víz, amit aztán szépen így átvezetnek, egy ilyen másik tartályon itt Felmelegítenek vele egy másik vizet. Itt ez a, ez a prime primer kör. Itt rohadt meleg. Itt pedig hidegebb. Persze ez relatív, hogy mi az, hogy meleg-hideg, mert ez itt több, több száz fokos, tehát mint a 3-400 fokos folyadék így megy itt felé. Ez pedig itt a sekunder kör, ez is egy ilyen folyadék, meg minden, ezt is így le lehet hűteni, meg így körbe lehet vezetni, és akkor ez ennek a gőzét használják fel arra, hogy itt meghajtsanak vele szépen egy generátort. Így működik az atomerőmű, és az atomerőmű pedig ezen az egyszerű makasodási fissziós folyamaton, ha úgy tetszik, alapul, aminél az történik, hogy megdefektus anyag elvész, de helyette keletkezik energia, tehát mégsem veszett el, tehát a termodinamika az első főtétele úgy tűnik érvényben marad itt is, mert hogy bár anyag átalakul tisztán energiává. Fúziós reakcióknál is beszéltünk ilyenekről, amikor két kicsi részecske mondjuk hélium-2. Meg itt is még egy hélium kettes es izotóp, ez egy hélium atommag. Vagy egy bocsánat, hidrogén. Mindig összekerem. Tehát két hidrogén, kettő, két deuteron fog találkozni majd egymással, és akkor lesz belőle egy egy hélium atom Na, ez már hélium. Tehát az történik, hogy két olyan kis részecske, ami egy protont és egy neutron tartalmaz, összeállnak egy ilyen kis izévá, és azt lehet tapasztalni, hogy ezeknek a kis darabkát, ezeket a kis darabkákat rátesszük a mérlegre, meg ezt, ezt a keletkezett végterméket is rátesszük egy mérlegre, akkor megint csak azt tapasztaljuk, hogy ez itt egy kicsit nagyobbat mutat, ez kisebbet mutat, és ekközben rengeteg sok energia szabadul ki. Ugye ez történik a napban, tehát amikor, amikor van a nap, és így sugároz, akkor benne szépen a kis, hidrogén, deuteron, ugye a hidrogénnek három izotópja létezik, ugye a prócium, ami egy ilyen kis darab protonka, van a deuteron, az ilyen egy protonka, meg egy neutronka, és van a trícium, ami viszont már rohadtú, instrabil, ez kell egyébként a hidrogénbombához, abban pedig egy protonka van, és két darab neutron. Na mindegy, és ez a kettő szépen, hogy ebből kettő összekapcsolódik, akkor abból lesz egy hélium. Ion meg, meg rohadt sok energia. Mondjuk egy foton, ezt hogy lehet nevezni? Foton. És akkor mit tudom, hőenergia, és akkor ez szépen jön a földre, és akkor itt nő tőle a növényke, meg, meg szépen lehet lebarnulni tőle, meg ilyenek. Na hát ez a helyzet, de továbbra is érvényes az energia tehát soha nem történik az, hogy anyag is, meg energia is, csak úgy spontán eltűnne. Teljesen mindegy. De lássunk még ilyen folyamatokat, mert ez igazából nem csak ilyen nagyon, mert ezek mind kritikus körülmények között történnek. Kémiai reakcióknál is megtörténik ez a tömegdefektus egyébként. Csak ott már olyan, olyan kismértékben változnak itt a dolgok, hogy ott már nagyon-nagyon észrevehetetlen energiák távoznak. Valamint más dolog is lehet, például olyan is lehet, hogy van egy ilyen kis golyócska, amit leejtek nagyon magasról, mondjuk egy ház tetejéről, és akkor on, onnan ledobtam a. Kis kockát, vagy a kis. Ö, hogy hívják ezt az alakzatot? Kis gömböt. Ledobtam a ház tetejéről, leesett a földre, és akkor ott pattant egyet. És ugye volt valami potenciális energiája, ami a magasságtól fakadott, vagy, vagy magasságból fakadt. Most írtam, hogy van magasság is van benne, meg tömeg is van benne, meg gravitációnak is kell benne lennie. Mindegy, valahogy így jön ki ez a helyzeti energia, ami azért van, mert hogy magasan van, onnan szépen leesik, a helyzeti energiája átalakul mozgási energiává, jól felgyorsul, aztán szépen belecsapódik el a földbe, és onnan visszapattan, és már kisebb az energiája, ugye, mert pattant egy hatalmasat, már csak eddig tud visszapattanni, és akkor hát az történt, hogy itt egy kis hőt azért így, így letoltad a földnek, tehát itt hőenergia ment kicsit felmelegedett ez a labda, ez a helyzet. Csak attól, hogy ütközött valamivel. Tehát mozgási energiából néha hőenergia is keletkezik. Tehát az energia rendkívül sokféleképpen át tud alakulni anyagból energiába, energiából anyagba, energiából energiába, anyagból anyagba. Tehát mindenféle ilyen opció megengedett, és a termodinamika első főtétele kimondja, hogy ez a helyzet, hogy ennek így állandónak kell lennie abban az esetben, hogyha ez egy izolált rendszerben történik ebben a kockában, tehát ott van benne a kis anyag, ami néha így átalakul energiává, mit tudom, így jelölök, hogy energia, de néha az energia visszalakul anyaggá, és azt mondjuk, hogy ami a kockában van, az állandó, ezt mondja ki az első főtétel a termodinamikának, és ez nem is lehet befolyásolni semmit. Na persze, itt még egy csomó mindenre kitér, mert a termodinamika ez egy hatalmas nagy fejezet, egy tudomány ág, hát az túlzási tudományák, de egy hatalmas nagy fejezet a fizikában, fizikai kémiában, kémiában is, meg mindenhol megjelenik az ilyen reál tudományokban. Ez egy nagyon vastag könyvben, egy nagyon hosszú fejezet. Már csak az első főtétel is. Na hát ennyi lett volna az első videó, ez a nulladik meg az első főtételt tartalmazta tulajdonképpen viszonylag részletesen, bár itt még elég sok mindent el lehet mondani. Például még egy ilyen érdekesség, hogyha van, van mondjuk egy ilyen kis lombikod, és azt tudod, hogy ebben van tömény sav, nagyon tömény, mondjuk CCHCL, az egyszerűség kedvér sósav, és te ezt fel akarod higítani azért, mert hogy hogy nem akarod, hogy tömény legyen, akkor vizet kell hozzáadni, és akkor felhigul. És az az, az érdekes, hogy vannak ilyen mindenféle oldódáshők, meg ilyen fázis átalakulásokkor, amikor átalakul egy fázis valamilyen másik fázissá, mondjuk a víz átalakul jégé, vagy gőzé, vagy stb., akkor az is, az is némi energia felszabad, hőenergia felszabadulása érve, vagy stb. Például a tömény sósavat, hogyha összekevered tiszta desztillált vízzel, akkor azt tapasztalod, hogy rohadtul felmelegszik a lombik a kezedben, néha még fel is robban, és nagyon óvatosan kell ezért ezt csinálni. Néha annyira felmelegszik, hogy konkrétan Szinte forrás, hát tulajdonképpen bőven elérheti a forrás Tehát A robbanás abból fakad, hogy tud a savat a, a vízhez, és akkor felrobban. De egyébként pont fordítva, tehát akkor robban fel, hogyha vizet öntöd rá a savra. Tehát azért van az a szabály, hogy mindig a töménysavat öntjük a vízhez, mert a töménysavnak általában nagyobb a sűrűsége, lemegy szépen az aljára, és akkor ott összekeveredik. Ha pedig a vizet ráöntöd a tetejére, akkor ott elkezdődik a folyamat felmelegszik, alul felfor a víz, és akkor szépen kilövi az arcodba a sósavas vizet. Na mindegy, és soha túl felmelegszik, és itt azért van, mert amikor oldódik, akkor is némi hőenergia szabadul fel. Na mindegy, tehát te, ezt te, te csak azért mondtam el, hogy valami kémiás tudsz is legyen ebben a kis előadásban, mert ez inkább fizika szerintem, tehát állnév az, hogy fizikai kémia. Na mindegy, ez a helyzet, tehát első főtétel, meg a nulladik főtétel hangzott most el, nulladik főtétel azt mondta, hogy, hogy mindig a melegebb testekből áramlik a hőenergia a hidegebb testekbe, és akkor kiegyenlítődik, tehát ez egy extenzív, vagy egy intenzív állapotjelző, nem pedig összeadódik, mint az extenzív állapotjelzők. És az első főtétel pedig elmondta, hogy ha van egy izolált rendszer, akkor abban lévő összes anyag és összes energia az átalakulgathat egymásba tetszés szerint, de nem keletkezik egyikből se több, mint amennyi amúgy keletkezhet. Tehát az egész Anyag és energia tartalma ennek a kockának állandó, nem fogy el és nem is keretkezik hozzá új. Következő alkalommal pedig egy kicsit részletesen a termodinamik második és harmadik főtételét is szóba fogom ejteni, ha erre lehetőség nyílik. Na, most viszont köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok! sziasztok.